Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik nézik a Katalizátor című műsort. Tölgyesi Katalin vagyok. Nagyon különleges alkalom a mai, mert egyrészt egy nagyon kedves vendégem van, de mielőtt még őt bemutatnám, szeretném mindenféleképpen megemlíteni, hogy egy olyan időszakba léptünk bele, amikor jeles napokról beszélhetünk, és az őszi ünnepek első jeles kitüntetett napjáról fogunk ebben az adásban beszélni. Október 2-a a mi számunkra az új évet jelenti, ezt máshogyan rózsasának is szoktak hívni. És miért fontos? Azért, mert ugye a Szentírás számunkra egy alap, igazsággyűjtemény, ebből tájékozódunk, és az első lapokban már azt olvassuk, hogy az örökkévaló Isten, aki teremtette a földet, az eget és a mindenséget, azért alkotta az égi testeket, a napot, a holdat, a csillagokat, hogy számlálni tudjuk a napokat. Miért? És ez egy csodálatos dolog, hogy az ünnepekről megemlékezhessünk. Erről fogunk ebben a mai adásban beszélni, másról is tulajdonképpen, de ez az adás, ez az ünnepi alkalom mindenféleképpen arra ad lehetőséget, hogy kibonthassuk az ünnepeknek a lényegét, meg emlékezhessünk arról, hogy miután ugye a Biblia teljes egész, az Ószövetség és az Új Szövetség, mint egy teljes könyv, valóban az első lapoktól, talán az utolsó lapokig is megemlíti ezeket a jeles napokat, és feltárjuk emögött azokat a titkokat, amiről Pál apostol beszél, hogy bizony sok elrejtett titok van még a Szentírásban, és bízunk benne, hogy a Szent Szellem kibontja az írást, hiszen hisszük azt, hogy ugye, ahogy az írás mondja, az írás megöl, de a szellem az megelevenít. Szeretettel üdvözlöm a vendégemet, Nemes Pál. Én is sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Mi tegeződünk, mert régóta ismerjük egymást. Igen. És nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy ezt a jeles napot együtt ünnepelhetjük meg. A rózsasánát egyébként a kürdzengés ünnepének is hívja a Szentírás. Viszonylag keveset olvashatunk, viszont nagyon fontos jelentősége van. Mi több, az új időszakra vonatkozóan profétikus kijelentésekbe is bele nézhetünk, ha a Szentírást tanulmányozzuk, és talán olyan különleges kincsekre is lelünk, ami a nézők számára is érdekes lehet. A Szentírás valóban megemlíti, kürdzengés ünnepeként, ekkor megfújják azt a bizonyos kürtöt, illetve a sófárt pontosabban, amit kosszarvából készítenek, és egész Izrael területén annak idején hangzott ez a különös hang, nagyon nagy jelentőséggel bírt. És aztán későbbiekben a beszélgetésünk során nyilvánvalóan megemlítjük azokat a különleges epizódokat, amit itt olvashatunk akár a Héber Bibliában, akár az Új Szövetségben is. De mielőtt erről beszélnénk, nagyon szeretném, ha egy pár mondatban elmesélnéd, hogy ugye te egy közösségnek a vezetője vagy. Igen. Ez a közösség most ünnepelte a 15. éves évfordulóját, 15 éves lett, szívből gratulálok. Nagyon nagy utat tettetek meg, és most is egy jelentős új útépítésben vagytok benne, úgy tudom. Tehát egy picit mesélj arról, hogy te egy hívő ember vagy, honnan jöttél. Úgy tudom, hogy nagyon erős, vallásos gyökerekkel, katolikus gyökerekkel indultál az életbe, ilyen iskolát is végeztél, és azért a mai napra egy teljesen más istenfélő emberré változtál. Igen, én 18 éves voltam, amikor Isten úgy személyesen úgy megérintett, megszólított. De hát ennek azért volt egy kis előzménye. Egy 5 gyerekes családba nevelkedtem föl, katolikus család. De egy olyan család volt, vidéken, Alföldön éltünk, amikor az őszi betakarítások után azért a hideg estéken anyám rendszeresen elővette a nagy Bibliát, és abból olvasott minden este. Ilyen nagyméretű Bibliák voltak, és nagyon sok ilyen részkarc volt benne, kép,
Színes képek? Vagy nem, fekete-fehér. És én sokat nézegettem, sokat gondolkodtam ezeken, és végül gimnáziumot így választottam. Szerettem volna Istenről többet tudni, és a piaristákhoz mentem. És a piaristáknál, amikor elkezdtem a gimnáziumot, akkor egyből lelkesen beiratkoztam a ószövetségi, újszövetségi fakultásokra, és hát ott egyből talán az első vagy második órán Vöröstenger és azon való átkelés jött elő, és hát elhangzott, hogy hát hogy találtok ott az ingoványos réten, részen egy utat a Izrael fiai, és akkor hát én jelentkeztem, hogy de tanár úr, a Bibliában én nem ezt olvastam, és akkor hát fölállított, és akkor megkérdezte, hogy hát nemes úr, most tanulni vagy tanítani jött? Hoppá. És hát nyilván tanulni jöttem. És így per nemes úr? Igen, én akkor kiiratkoztam a fakultásokról, megmondom miért, mert az egyik kedvenc képem nekem az volt a Bibliában, és azt én nagyon sokszor megnéztem. Amikor a Vöröstengeren átkeltek Izrael fiai, két kép is volt. Az egyik ilyen kőfal gyanánt ott volt a vízfal, és vonult át Izrael népe a tengeren, a másik néhány oldallal később, amikor Mózes vezetésével a férfiak, és Mirjam vezetésével pedig az asszonyok dicsőítették Istent, és akkor egy-két hulladarab volt ott a parton, ahogy a egyiptomi sereget elnyelte a víz. Ez később engem meghatározott eléggé. Ilyen vitatkozós ellenzék is lettem, elkezdtem direkt olvasni a Bibliát. Dacból, meg ellenkezésből nem volt jó hozzáállás, de Isten azért ezt is fel tudta használni. Egészen addig még volt egy barátom, egymás mellett ültünk, és érettségi előtt, április 4-ei szünetről, akkor még a szünet volt, úgy jött vissza, hogy azt mondta, hogy Pali, neked meg kell térned, mert különben a pokolba kerülsz, és be kell töltekezned Szent Szellemmel, mert Istennek ez az akarata is, ez a terve is, ő megcsinálta is, hogy milyen fantasztikus, és hát akkor vitatkoztunk hetekig. Még az utolsó apologetika órán, hát a tanárom kiengedett bennünket a nagybetűs életbe, és mondta, hogy hát vigyázzunk az ilyen karizmatikusnak mondott közösségektől, mert hát földön fetrengenek, meg sok minden történik ott. No és akkor hát ez volt egy csütörtöki nap, én szombaton elmentem ezzel a sráccal egy közösségbe, és több régi ismerősömmel találkoztam. Nagyon csodálkoztam. Én akkor nem tudtam megfogalmazni, de egy dolog egyből megfogott. A lányoknak a szemébe. Most már tudom, meg utána néhány hónapra rá meg tudtam fogalmazni. Az a tisztaság. Az engem lenyűgözött, és vágytam. És az volt a bensőmben, hogy én is akarom. Azt a tisztaságot, ami ott bennük van. És akkor éppen vacsora volt, leültek, és akkor utána énekeltek, Bibliát olvastak, bizonyságokat mondtak el, és akkor egyszer csak, aki vezette, egy idősebb református lelkész házaspár vezette, azt mondta a férfi, hogy az van benne, hogy Efezusi levélben meg van írva, hogy a mennyasszonyt Jézus Krisztus maga elé minden ragya, szeplő, meg tyúkszem nélkül állítja, úgyhogy akinek a kezén van most valamelyik tyúkszem, vagy bőrkinövés, az jöjjön előre. És négyen oda jöttek. Én már elálmosodtam, megmondom őszintén, meg már másfél órája ment az egész. És akkor oda jöttek más egy méter, másfélre tőlem, négyen, és imádkoztak. Én azt gondoltam, hogy utána hazamennek, és majd néhány hét múlva lesz valami. De az ima végére is, ez egy 2-3 perces ima volt, nem több, eltűnt a kezükről. Ez nekem azért jelentett sok mindent, és sokat, mert nekem egyből a Vöröstenger jutott eszembe. És az volt bennem, hogyha Isten, a Biblia Istene ilyen cselekvő, akkor
akkor igaz a vöröstengeres dolog. És ha igaz a vöröstengeres dolog, akkor a többi is igaz, ami ott le van írva. Ha pedig igaz, akkor én nekem, hát változtatni kell, akkor nem élhetek tovább így. És ez volt az estém. Vártam a végét az összejövetelnek, nagyon hosszú volt, évfél után lett vége, és senki nem kérdezte meg, hogy be akarod-e fogadni a szívedbe Jézust, a Messiást, vagy nem. De aztán eljött a vége, és akkor kérdeztem, hogy szeretnék én is Istennel egy olyan kapcsolatot. Hm. És akkor lett meg. Imádkoztunk külön, hát nem volt külön helyiség. Elmentünk egy Trabantba, és akkor ott imádkoztunk ezzel az idősebb férfivel. És egy nagyon nagy dolog történt. Én előtte is volt úgy, hogy elmentem én gyónni, hát katolikus családba, ez szokás évente minimum egyszer muszáj volt elmenni. És hát néhány dolog úgy a szívemre, a lelki ismeretemre ránehezedett. Ugye 18 éves voltam, én nem voltam annyira deviáns a hátterem, de azért volt néhány dolog. Nem is a sok, hanem annak a súlya és jelentősége az, ami nyomott. És akkor, ami úgy kijött belőlem, elmondtam Istennek, és akkor utána azt mondta az a férfi, most addig imádkozunk még, nem lesz bennem hit, hogy Isten megbocsátott. És akkor vissza is kérdeztem, de hát, hogy most én honnan tudom, hogy bennem van hit, mert én előtte is azt gondoltam, hogy van hit. Azt mondta, hogy ne aggódjak, ha lesz, akkor tudni fogom. Tudni fogom. És akkor ő imádkozott, már nem nagyon tudtam ott imádkozni, ott vártam, és nem történt semmi bombasztikus dolog, nem jelent meg angyal, semmi jelenés nem történt, egyszer egy nagy békesség betöltött. Mm. És egy olyan bizonyosság, egy biztonságérzet volt bennem, hogy tudtam, hogy most meg tudok állni Isten előtt, mint ha sohasem vétkeztem volna. Mm. És mondtam, hogy megvan. És akkor kérdezte, hogy mondjam el, hogy honnan tudom. Mm. És akkor mondtam, hogy tudom, hogy most megállhatok Isten előtt tiszta szívvel. És nem azért, mert soha nem vétkeztem, hanem azért, mert tudom, hogy ő megbocsátott, és ez az enyém már. Hm. És ez az. Azt mondta, akkor ez az. Így kezdődött a 77. május 7-én történt. Hm. Egy nagyszerű élményem volt. Másnap imádkoztak értem, Szent Szellem betöltött, és a legnagyobb élmény nekem az volt másnap reggel, amikor fölébredtem. Előtte este kaptam egy Bibliát, ilyen kisméretű teljes Bibliát, Károli fordítás. És reggel én nem úgy volt, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy hát mi történt tegnap este, hanem úgy ébredtem, hogy Istenen jár a gondolatom, hogy otthon vagyok. Nem maga a hely, a helyszín, hanem a szívembe, a szellemembe, hogy megérkeztem, hogy ezt kerestem, pedig nem tudtam, hogy ezt kerestem. Így kezdődött. Hazajöttem. Olyan érzésed volt. Aztán ugye katona lettem, közösség, Pesten éltünk egész 2000-ig feleségemmel, és akkor 2000-ben költöztünk Székesfehérvárra, és ott kezdtük ezt a Dávid sátora gyülekezetet. Közösség. Ez a gyülekezetünk, közösségünknek a neve. Három lényeges alap kijelentés pillére épül, mind a mai napig. Ez nem azt jelenti, hogy azóta ez nem bővült, szélesedett bennem nagyon sok minden, meg többekbe is, akivel elkezdtük, hát két család, illetve 89-en kezdtük el a közösséget. És az egyik dolog az Efezusi Levél első fejezetében a 9-es-10-es vers, amit Pál apostol ott elmond, egy szóval gyakorlatilag az egybeszerkesztés, hogy mindent a Messiásba szerkeszt egybe az örökkévaló. Ez tehát mit jelent? Az azt jelenti, hogy a vége a történelemnek, a korszakoknak, a kultúráknak, a népeknek, a nemzeteknek, bármilyen politikai időszaknak, az a legvége az a Messiásba torkolik. Mm. És a hozzávaló viszonyulásom,
teljesen mindegy, hogy milyen nációból való vagyok, vagy hogyan értelmezem, milyen felekezőtűen gondolkodok, de a Messiáshoz való viszonyulásomon múlik a holnapom és a jövőm. És Isten most már számomra nem csak a teremtő, a mindenható, a csodatevő, a gondviselő, az örökkévaló, hanem számomra most már mennyei atya is. De ezt a Messiáson keresztül tudtam megismerni, és ismerhettem meg. Tehát ez az egybeszerkesztés, mert valami olyasmire szerettem volna rátenni én is az életemet, ami egyetemes. Ami nem egy kis felekezetnek, egy közösségnek, vagy nagy felekezetnek, nagy közösségnek a sajátossága pusztán, hanem túlél korszakokat, túlél történelmet, és az maga, az örökkévaló maga a Messiás, mert ő benne szerkeszt mindent egybe. A második dolog, az az apostolok cselekedeteibe, a 15. fejezetbe, 16, 17, 18-as versek, az az első igazán komoly nehézség, probléma és szakadás előtt állt gyakorlatilag az első egyház, az eklézsia, mert nem tudták eldönteni, hogy most a zsidóságból, akik megtértek, vagy a pogányokból, akik megtértek most, hát milyen parancsokat, milyen törvényeket kell megtartani, körül kell metélni a körülmetéletleneket, akik elfogadták Messiásként Józsuét, Jósuát, ki ahogy mondja, Jézust, vagy pedig milyen mózesi törvényeket kell megtartani. Hát ezen komoly viták mentek, és egészen szakadásig ment volna, és akkor hát egy megdöbbentő válasz volt az első apostoli, ha úgy tetszik, zsinaton ott Jeruzsálembe. Végül fölállt Jakab, és elmondta, hogy Ámós prófétánál meg van írva, látszólag nem is nagyon vág ide, hogy én fölépítem Dávid leomlott sátorát, azért, hogy az emberek többi része is, a pogányok is megkeressék és megtalálják Istent. Úgy tűnik, hogy hát mintha nem is idevágó lenne, mert nem oldotta meg betű szerint, emberi logika szerint nem oldotta meg a komoly problémát, a feszültséget, a teológiai megoldást nem adott rá, és mégis békesség lett, és tovább tudtak együtt haladni. És bennem ez egy azóta is forog, de ez nyilván azért már korábban forgott bennem jó néhány évvel, mielőtt elkezdtük ezt a közösséget, de ez meghatározza most is a hívő és a keresztény életemet és életünket, hogy úgy megélni a Istennel való személyes